Újbuda adott otthont a saksuli kupa második fordulójának, az Újbuda Grand Prix-nek december 2-án. A szellemi sportok nagyon jól felkészítik gyermekeinket az élet kihívásaira, mondta Simicsko István a verseny megnyitóján. A szellemi sport kategóriájába tartozik a sakk, de ugyanakkor megtanítja a gyermekeinket a stratégiai gondolkodásra, megtanítja ugyanúgy, mint minden más sport, a győzelemre és nyilván a vereségre is. Közben figyeli az ellenfelét a játékos, tehát nagyon-nagyon sok a gyermekek, mert nem csak a táblára figyelnek, nem csak a saját elképzelésékre, hanem közben fürkészik a másiknak a tekintetét is, és próbálnak a gondolataikban is fürkészni, pont azért, hogy győzzenek. Szerintem nagyon fontos, hogy a sportágak megjelenjenek a kerületünkben. Ugye elindult egy folyamat, egy szemléletmódváltás is, hiszen most már második alkalommal egy olyan rendezvényt tudtunk lebonyolítani, amely a Válasz Sportot Újbudán címet viseli, és nagyon-nagyon sok gyermek próbál ki különböző sportágakat. Itt most egy Révész Máriusz képviselőtársamnak, barátomnak köszönhetően, illetve a helyi embereknek köszönhetően egy budapesti Grand Prix sorozat indult el, sakkverseny és góverseny. Újbuda ebben partner nyitott, mindenféle sportrendezvényt szeretnénk idehozni, pont azért, hogy a gyermekeink kipróbálhassák, megélhessék a sportnak az örömét és a szeretetét. A szervezők előzetes várakozását jóval felülmúlta a résztvevők nagy száma és nagyszerű teljesítménye. A szervező az a Sportelő Nemzetközi Sportegyesület, a SENS, illetve a Barca Gerdelman FC és a BEAC. Közel 100 fő nevező van, 4 korcsoportunk van, a legfiatalabbak azok 2005 után születtek, a legidősebbek pedig 2000 előtt születtek. Korcsoportonként nagyjából 20 versenyző. Az újbudai gyerekek közül kategóriánként a legjobbakat Újbuda gyermeksakbajnoka címmel illették. A D-csoportban Csaprár Zsolt nyerte el Újbuda gyermeksakbajnoka címét. Mikor találkoztál először a sakkal? Hát, amikor apu mondta, hogy játszunk egy sakkot, és játszottunk egyet, és mondta, hogy elég ügyes vagyok benne. Miért neveztél a mai versenyre? Mert már régen játszottam, és szeretem volna újra visszajönni, egy kicsit játszani. Hoffmann Tamás polgármester számos nyereményt ajánlott fel a győzteseknek, a sakk mellett pedig újra hódolhatott gó szenvedélyének. Nekem nagyon nagy élmény volt a mai délelőtt. Délelőtt a gyerekeimmel jöttem ki megnézni azt, hogy egyébként hány gyerek sakkozik és játszik. Hát a gó az nekem személyesen kedvencem. Régen nagyon sokat játszottam, most már ez a tudásom erőteljesen megkopott, de itt is egy olyan nemzetközi hírű versenyzővel sikerült játszani, aki, hát ez egy nagyon nagy élmény volt, és megtiszteltetés volt, hogy legyőzött, de hát ez természetesen benne van a versenyben.